Gyújtják a gázlángot, kockázzák a húst a piac téren. A nagymányoki lőegylet volt a házigazdája a múlt szombati rendezvénynek, ahova a város civil szervezetei kaptak meghívást, hogy egy jókedvű, közös főzéssel ünnepeljék meg a tavasz közelettét. A résztvevők már az elején elárulták, hogy mi a nagymányokiak titka. Paprika, paradicsom, kis husika, kis köménymag, és ez az, meg a jókedv nyilván. Karr Béra, nagymányok polgármestere hívta össze a helyieket, őt kérdeztük a rendezvényről. Egy olyan szabad, kötetlen esemény, ahol lehet végre beszélgetni. Némi kis műsor a délután a saját fúvózerekünk és még néhány vendégzenekar kis koncerteket ad. Főzünk, eszünk, iszunk, beszélgetünk. Úgy szerveztem, hogy a lőegyletnek is a közgyűlése ma volt. Mi is részt veszünk, szintén beszélgetünk. Sok fegyvermániás, hogy finoman fejezem ki magam, elhoztam megmutatni, hogy milyen van. Az asztalokra kipakolt arzenálban voltak pisztolyok, revolverek, puskák és golyószórók is, de a beszélgetésen és a főzésen volt igazán hangsúly. A nagymányoki székelykör egyesület tagjai voltak a legfürgébbek, sertéscombot kockáztak és csombor is került a bográcsba. Hogy milyen étel alapanyagaival érkeztek, talán nem nehéz kitalálni. Székelykáposzta. Székelykáposzta. Igen. És azok az első lépések, hogy bezsírozzák a tálat? Hát, hogy ma pirítás lesz. Hogy ma dísztelünk, és úgy rakjuk oda a csülköt, a lábokat, mert az lesz beletéve a székelykáposztába, és utána lesz a káposzta, meg a paraszthús, a combhús utoljára. Mi a titka annak, hogy hogyan kell vágni a húst, hogy jó legyen? Hát mindenki másképp csinálja, mert mi azt mondjuk, hogy most már kisebbre, mert a műfogok tudják, hogy rá... Öregek nem tudják rárágni. Csak nyelni kell. Van-e valami olyan titok, amit a többieknek semmiképpen sem árulhatunk el? Hát én nem titok. Tudom. Titok az nincs. A titok, hogy mi székelyek másképp főzünk, a itteni németek másképp főznek. És az miben? Hát minden háznál más a szokás, és így van. Mi így szoktuk. Uh-huh. De biztos van valami egy olyan dolog, amire azt lehet mondani, hogy a székelykáposzta azért székelyes, mert... Csombor van benne. Csombor. Megkérdeztem, a boltokban borsika fű néven kapható csombor, tehát nélkülözhetetlen fűszere a székelykáposztának. A lövészek számára pedig most egy kis busz lesz nélkülözhetetlen. Erről kérdeztem Karr Bérát, aki ezen az eseményen két minőségben volt jelen. Én is a fegyvermániások közé tartozom. Sportlövész Egyesület, Dinamikus Sportlövész Egyesület, őket vezetem, tehát kvázi mind egyesületi elnök is jelen vagyok, és hát a városnak még én vagyok a gazdája két évig talán, és hát szeretném, hogyha ebbe a két évben még az emberek jól éreznék magukat. Sokat kellett várni arra, hogy ezt az autót megvegyék? Hát igazából azt hiszem kétszer pályáztunk, a második körön is tartalék listára kerültünk, és hát akkor végre jött az értesítés, hogy kaptunk 5 milliót, és nem lett 10 évesnél a busz, csak közben úgy fölmentek az árak, hogy majdnem nem sikerült szerezni egy ilyen járművet. Hála Isten véletlen kapcsán, de egy gyakorlatilag új autót tudtuk megvenni. A város és a lövészek első embere hozzátette, hogy ez a jármű nagyságrendekkel gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a sportlövészek életét. A Magyar Falu Program civil alapjából nyert az egyesület 5 millió forintot, ebből vásárolták a kisbuszt, amelyet természetesen nagy becsben fognak tartani, hiszen a versenyek alkalmával és a mindennapokban is hatalmas segítség, hogy nem saját autóval kell közlekedniük.